Magyar Politikai Foglyok Szövetségének Tolna megyei szervezete a polgármesteri hivatalban csendesen emlékezett. Az ünnepségen jelen volt az országos szervezet alelnöke Mádi Jenő is. Ez a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége 1989. március 15-e óta működik. Ma jobbára nem politikai szervezet, mert közhasznú társaság, érdekvédelmi szervezet, tehát magába foglalja nem csak a börtönbe elítélteket, és nem csak az 56-osokat, hanem 45-től 56-ig, sőt 56 után 63-ig elítélteket, a kitelepítetteket, a malinki robotosokat, a gulakosokat és a katonai kényszermunkásokat. Ez összesen olyan 6-7 ezer tagból áll, minden megyében van szervezet, kb. 130 városban van alapszervezet. A Szabadságharcosokért közalapítványt Szekszárdon dr. Sömjéni László kurátor képviselte. Én gyermek voltam 1956-ban, 11 éves gyermek, de nagyon jól emlékszem azokra a lázas napokra, amikor a nép, a nemzet újból felemelte a fejét, és nemet mondott egy olyan önkényuralomra, amelyik szét akarta a társadalmat zúzni, a társadalomnak a szöveteit szét akarta zúzni, és ez a nemzet 2 hétre elnyerte újból a szabadságát. Hogy mit jelent 1950-et? Azt jelenti, hogy az elbukott forradalmak, az elbukott szabadságharcok és az azt követő megtorlások áldozatai nem voltak hiába valók a nemzet számára, mert egyszer el kellett, hogy jöjjön a szabadságnak a napja, a végső szabadságnak a napja, és ezt 1990 hozta. Ha nincs 1956 kövezte ki azt az utat, ami végül is ahhoz a szabadsághoz vezetett, amely 1990-ben a szabad választásokkal bekövetkezett, majd 1991. június 19-én a szovjet csapatoknak a Magyarországról való távozását hozta magával. Ezt jelenti, azt jelenti számunkra, hogy nem szabad soha feladni azt a reményt, ami a szabadságba vetett hitet jelenti számunkra. Novemberében szovjet csapatok szállták meg az országot. 4-én megindították a támadást a főváros ellen. E nap hajnala után biztossá vált, hogy az ellenállást kudarcra van ítélve. Csak utóvét harcokról lehet szó. Nyugatról nem érkezett katonai segítség. Az utcákon tankok dübörögtek, az őket kísérő csapatok a legkisebb gyanús jelre is tüzet nyitottak. A POFOSZ Tolna megyei szervezetének nevében Töttös Pál megyei elnök mondott köszöntőt. Pali bácsiban máig élesen élnek az emlékek. Nehéz idők voltak, mert vállalnunk kellett valamit. Olyat kellett vállalnunk, amit biztosan teljesítenünk is kellett. Nagyon sok meglepetés ért bennünket és engem is mindjárt az első napon. Mert ugye, ahogy a beszédemben is elmondtam, azt mondtam ugye, hogy azt fogadtuk, hogy Szekszárdon egy pofon se csattanhat el. Ezzel váltunk el az első este a megválasztásunk után. Másnap reggel megérkezett Bonyhádról egy 13 tagú küldöttség, és a Páncél Géza, a rendőrszázados követelték, hogy adjuk ki. És akkor megkérdeztem tőlük, hogy mit akarnak vele, azt mondták, hogy elvisszük haza Bonyhádra, és az első fára felakasztjuk. Ekkor ötlött a fejembe, Jézus Mária, hát mit vállaltunk mi, és ez ezzel kezdődik. Hát ez, na persze nem lett aztán belőle semmi, mert a páncélgézát eldugtuk, úgyhogy ezek meg elmentek haza. A Volán vállalatnak az igazgatója fölhívott telefonon azzal, hogy szerezzek a legrövidebb időn belül, egy napon belül üzemanyagot, mert ha nem tudok szerezni, akkor Tolna megye közlekedése leáll. Akkor eltelefonáltam Kaposvárra, mert ott volt a Dunántúl déli részének az áforos központja. Megmondtam, hogy mit akarok, és a következő választ kaptam. Tolna megye üzemanyagot nem kap, mondtam, hogy miért, válasz,
mert Tolna megyében nincs forradalom. Mert itt ugye nem öltük egymást. Sokáig lehetne sorolni a történeteket. Van, aki szívesen mesél, van, aki inkább a hallgatásban lel menedéket. Így vannak ezzel az idei év kitüntetettjei is. Október 23-án a POFOSZ emlékkeresztet adományozott Gyulai Istvánnak, Ranga Ferencnek, valamint posztumusz Tóth Zoltánnak és Kimiti Istvánnak. Mit jelentetett férjének, mit jelentenem a férjének ez a kitüntetés? Hát nagyon örülne neki, és büszke lenne rá, hogy ez lett az ő eredményük, végeredményben ez is, hogy itt vagyunk, itt tartunk. Mi volt a legfontosabb momentum, ami 56-ban az önök életét meghatározta? Nem voltunk még akkor házasok, nem, ő is még 18 éves legény volt. És hát nem tudom, hogy most ő mit gondolna, vagy mit akkor is, hogy mit gondolt, nem tudom, de biztos örülne neki. Ő már kapott ám kitüntetést, ugyanezeket végigkapta, amikor nyugdíjba ment. És akkor most, hát én ezt behettem át, de nagyon örülne neki. Ezt őt illeti. Hogyan emlékezett ő az 56-os időkre? Hát elég szomorúan. Szomorúan, mert azért le volt csukva. Ugye börtönben volt. Mesélt ezekről az időkről? Nem. Nem igen. Nem igen mesélt. Csak egy-két szót. Mi volt az, amit ön, a felesége megtudott? Hát, azt, hogy bizony nagyon sokat szenvedtek ott bent. Csak ennyit szokott mondani, hogy nem kívánom senkinek, amilyen ott bent keresztül mentek. Édesapja kitüntetését vehette át. Mit érezne ő ma? Hát, egyrészt örömöt, boldogságot, hogy ezen a napon, ünnepnapon, nagy nemzeti ünnepünkön átvehettem. Másik oldalú szomorúságot. Talán ezzel is kellett volna kezdenem. A idefele jövet, Budapestről jöttem. Az első utam feleségemmel egyetembe, Medinára vezetett, ahol édesapám sírja van. Megkoszorúztam a sírt, piros-fehér-zöld szallaggal ékesített koszorúval. Biztos senki más nem tette oda. És onnét jöttem ide. Ezért mondom azt, hogy egyik részről boldogság, másik részről szomorúság. Mennyit mesélt az édesapja 56-ról? Nagyon sokat. Én is részbe áttéltem. Én Tamásiba jártam gimnáziumba, mikor az 56-os forradalom volt. Én szenvedő alanya lettem utána ennek az egész C-cónak, hogy így nevezzem. Meg kellett érnem azt, hogy édesapámat letartóztatták és elvitték. Ehhez kapcsolódva tudok mondani egy nagyon érdekes kis történetet, nagyon rövidet. Az én osztályfőnököm, jó emlékű Kaszács Dezső tanár úr Tamásiba letartóztatták. És hol találkozott édesapámmal először? A cellába. Ketten voltak. Ott ismerkedtek meg. Amit édesapja elmesélt, vagy éppen amit ön átélt, abból mit lehetett tudni, mit lehetett gondolni 56-ról? Hát az 56-ról az egy felemelő érzés volt. Az 56-os események az egész nemzetet megdobogtatták, minden embernek a szívét. És mai napig is, aki vele együtt érez, én nem azt mondom, hogy mindenki érzi azt, amit én, de még most is nagyon sokan. Csak az a meglátásom, még mindig sokan félnek. Édesapám nem félt. Bátor ember volt. Ő kiállt az igaza mellett, kiállt amellett, amit mondott, és mindig igazat mondott. Úgyhogy az 56-os eseményekkel kapcsolatban az első és igazi, amit én is magamnak tudtam, amikor azt mondja nekem, amikor a börtönből hazajött, azt mondja, fiam, egyet nagyon jó jegyezd meg, amit én most mondok neked.
Azt mondja, az első az Isten, a haza és a szeretet. Ezt követem én is. Mit gondol, miért kapta ezt az elismerést? Én ezt az elismerést két dologért kaptam. Egyszer azért, mert 1956-ban kirúgtak az állásomból, erdőt írtottam, inas voltam, minden. Másodszor pedig azért, hogy most már 12 esztendeje én vagyok a Hadifogoly Szövetség elnöke, intézem a szerencsétlen öregemberek ügyeit. Gondolom, ez a kettő járult hozzá ahhoz, hogy ezt a kitüntetést én megkaphattam. Hogyan gondol vissza a 49 évvel ezelőtti eseményekre? Mit jelent önnek 56? Az egy csoda volt. Mindig mondom a gyerekeimnek és az unokáimnak is, hogy az egy csoda volt. Olyan hatalmas ávós hatalom, hatalmas rendőrség, hatalmas hadsereg mellett 24 órát győzni egy forradalomnak, ez több, mint lehetőség, ez egyenesen csoda volt. Nem beszélve a szovjet hadseregről. Konkrétan emlékszik, akkor az napra, hogy mit csinált, mit tett? Azt tudom, hogy akkor a megyei tanácsnál dolgoztam, és az első szabad megmozdulásunk az volt, hogy megkoszorúztuk a hosszú évtizedek alatt, vagy évtized alatt meggyalázott, vagy kisemmizett, vagy eltüntetett hősök emlékművét. Ez maradt meg legelőször bennem. Sokat mesél erről az időről az unokáknak, fiataloknak? Amikor lehetőség van, akkor igen, de nem túl sokat az igazság. Többet Miért kéne, nem? Többet kéne a munka, meg most már nyugdíjaskor mellett erről beszélni, de a lehetőség se olyan nagy. Az iskolák nem kíváncsiak rá. Mi még kicsit felejtünk. Az emlékeknek azonban tovább kell élniük, ezért a POFOSZ tagjai a fiatalsághoz fordultak. Irodalmi pályázatot hirdettek középiskolásoknak az 56-os szabadságharc emlékére címmel, valamint rendhagyó történelemórákat tartanak. Az ünnepségen díjazták a pályamunkákat, és köszönetet mondtak az együttműködésben kimagasló szerepet vállaló pedagógusoknak. Hogyan élik ma meg az iskolában a diákok 56-ot, és mi a felelőssége a történelem tanítóknak? A felelőssége a történelem tanárainak általában nagyon nagy, hiszen olyan eseményekről próbálunk a gyerekeknek beszélni, amiket nem csak mint eseményeket kívánunk előjük tálalni, hiszen meggyőződésünk, hogy a történelmi események által egyben az egyéniségüket is formáljuk, és bizonyos értékeket próbálunk megáltani nekik. Az 56-os események, és ezeket megelőző évek történései különösen jó alkalmat adnak mindehez, hiszen 1956-ról beszélve 18 éves diákoknak szoktuk ezt tenni általában. Remekül tudjuk a korosztályokhoz kapcsolni, a korosztályokhoz alkalmazni az elmondandókat, hiszen 1956-ban úgy Budapesten, mint más városokban tulajdonképpen az ő korosztályukból származó fiatalok, lányok, fiúk voltak azok, akik az események legaktívabb résztvevői között voltak, a tömegerejét adták ezeknek az eseményeknek. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha ezt megfelelőképpen meg tudjuk velük értetni, hogy mindez velük is megtörténhet volna, hogyha ne adj Isten 50 évvel korábban születnek, akkor ezzel megvan közöttünk az a szellemi kapocs, ami által jobban odafigyelnek mindenre, mint egyébként tennék. Megértik 56-ot? Én úgy gondolom, hogy megértik. Szerencsére elég sok segítség áll rendelkezésünkre, hanganyagokkal, képanyaggal rendelkezünk már ezekről az eseményekről, és hát ebből a szempontból tartjuk nagyon nagy szerencsének, és köszönjük még egyszer a POFOSZ Tolna megyei szervezetének, hogy eljöttek hozzánk rendhagyó történelemórát tartani, mert ugyan sokat számít az, hogyha hanganyagról, képanyagról találkoznak a szereplőkkel, de az, hogy személyesen megjelennek közöttük, és esetleg a meghatottságtól elcsukló hangon vagy katonás keménységgel beszélnek arról, amit ők személyesen átéltek, és a gyerekek látják azt, hogy nagypapa, nagymama korú emberek, azok, akik szólnak hozzájuk, ez valami egészen más, sokkal nagyobb hatást ér el, mint amit mi el tudnánk érni. És ez érezhető volt a gyerekeken, mert ezt külön megköszöntem Tötös Pali bácsiéknak,
hiszen ahogy mondtam is, a kerek szemek, a nagy csend, ami megült a termet, amikor ők beszéltek, ez azt igazolja, hogy milyen érintett a gyerekeket az, amit hallottak és láttak. Amikor meghallottad ezt a kiírást, akkor mi jutott eszedbe? Hát igazából nem csak a kiírást hallottuk, hanem az iskolánkba jöttek el hát ennek a szervezetnek a képviselői, és hát nem tudom, engem személy szerint nagyon megérintett maga az, amit ők ott előadtak, és ennek hatására gondoltam azt, hogy kéne írni egy bejegyzetet. Érdekel maga a történelem, és a téma is érdekelt. És hát miután utána olvastam, még jobban megérintett, és így sikerült összehozni. Szerinted miért a tiéd lett a legjobb? Én nem érzem úgy, hogy az enyém lenne a legjobb. Hát talán ezt emelték ki, valószínűleg azért, mert megpróbáltam személyes gondolataimat is beleszőni. És mik a személyes gondolataid 56-ról? Hát én mindenek előtt fontosnak tartanám az együttérzést, és az összefogást, ami ezt az időszakot jellemezte. Hogyan látod így 49 évvel később fiatalként ezt a történelmi eseményt? Hát ez egy nehéz kérdés. Mindenek előtt nagyon nehéz időszak volt, ez mindenki számára, és itt szerintem büszkék lehetünk az elődeinkre, azért, amit tettek, és hogy így helytáltak. Fasiszta felkelés, ellenforradalom, ezt hasogja az árnyék kormány és a megszálló hatalom. De a mi fülünkben ezt a szót dübörgik a tankok. Forradalom. Vonulnak a tankok, reszketnek a házak, de az emberek nem. Vonulnak a tankok, reszketnek a házak, de az emberek nem. Felkelt ez a nép, mert élni akart. Időnk lassan lejár, az élet véges. Van egy dolog, amit úgy hívnak, hogy abszolút igazság, amelyik azt jelenti, hogy aki született, az meg is hal. Hát mi is elmegyünk, és valakinek az életet tovább kell vinni. Ezt pedig az ifjúság tudja tovább vinni. És az ifjúságot olyan irányba kellene terelni, hogy megértse azt, hogy az ő vállán fogja vadni a holnap meg a holnap után. Te pesti srác, te napköziben nevelkedett apró kamasz, te, akinek élete mindössze vagy 15 sivár tavasz, téged, ki ezt a drága életet hazádért így adtad oda, míg magyar él a földön, nem felejtünk el soha.